Így melegített be Demarcsek Dani és a Terne Cserhája autentikus cigányzenekar a nyíregyházi táncfarsang előtt. A fiatal táncost a közelmúltban egy egész ország ismerhette meg, a közmédia felszállott a páva tehetség kutatójából. Most hazai pályán lépett a közönség elé. Daniról kiderült, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója, és közben már tanít is. Számomra minden igazából a tánc körül forog az egész életem. Én is már kezdő és gyakorló táncpedagógus vagyok a Vásárhelyi László Lafokú Művészeti Iskolában, és hát nagyon szeretem ezt a műfajt is. És azt szeretném elérni, hogy akik engem látnak táncolni, vagy akiket tanítok, azok is ugyanennyire szeressék. Dani párja a színpadon és az életben is az egzotikus szépségű Cruz Heather Laura. A táncoslány apukája a Fülöp-szigetekről származik, az anyukája pedig magyar. A táncfarsangon különleges nagyecsedi cigánytáncokat mutattak be. Nekem nagyon nehéz alapvetően ez a tánc. Szerintem ez a legnehezebb, legkomplikáltabb magyar tánc, mivel van egy olyan stílusa, amit nagyon nem könnyű elsajátítani, és tényleg csak azt tudja nagyon, akinek benne van a vérében, és már nagyon régóta táncolja. A néptánc mellett balettet és modern táncokat is láthatott a közönség a táncfarsang első napján. Nyíregyháza legnívósabb együttesei mutattak be nagyszabású produkciót. A Móri Zsigmond Színházban már több mint 10 éve hagyomány, hogy különböző táncos produkciókkal búcsúztatják a telet. Nem csak a város legjobb együttesei jöhetnek össze, de országos szinten is megpróbáljuk a legnívósabb, legszínvonalasabb tánc együtteseket 3 napban összegyűjteni, és tényleg évről évre sikerül nagyon változatos programot összeállítani. A Kecskeméti City Ballet Carmenje, a TMK alkalmi társulat Prométeusza és a Las Flamencas, azaz Lippai Andrea és Pirók Zsófia különleges flamenco produkciója is műsorra kerül az idei nyíregyházi táncfarsang 3 estéjén.